a legtöbb államiskának. És azzal, hogy a munkáltatói jogokat és a gazdálkodást azt nem tudja a kezében egy vezető, azzal viszont megbénították őket. Tehát olyan nincsen, hogy pedagógiai szabadság, gazdaság és működési feltételek nélkül, de amit én láttam az elmúlt 10 év jó gyakorlat gyűjtő munkája során, az az, hogy bőven voltak, talán mennyiséget nem tudok becsülni, de hogy nem kellett lasszóval keresni az állami iskolákban az innovátorokat, amikor jó gyakorlatot kerestem. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy több volt az alapítvány iskolákban az innováció, mint néhány olyan állami iskolában, ahol felkészült és jó vezető volt. Ami miatt esetleg több lehetett, és ez még a finanszírozáshoz tartozik, hogy ugye a magániskolák azok erős teljesen rá voltak szorulva a források megteremtése, ezért a legjobb pályázók voltak mindig. És hát nagyon jó volt a pályáztatási rendszer 2004-től kezdve, tehát hihetetlen sok mindenben részt lehetett venni, és ezzel szerintem nagyobb arányban éltek a magániskolák. Azok az állami intézmények, akik ezt ugyanezt megtették, na azok ugyanúgy fejlődtek pedagógilag is, a legtöbb legalábbis. Hát nyilván nem mindenki használta föl, de sokat ismerünk. Másik szakpolitikai, tehát hogy a szabályozása, az egységesítő szósz az nem kérdés, de hogy megmondták volna a jogokat, ezt nem mondanám. A verseny visszaszorítása egyértelmű koncepció, hogy ne legyen verseny, de aki bírja még így is, az mehet. Tehát azért ez is benne van. Amiről kevésbé tudok, az, hogy 3 nagy típusú magániskolát látunk. Ebből a harmadikban, az első kettőről beszéltem eleget. A harmadik a hátránykompenzáló iskolák, és azoknak is egy része szakképzésben volt, és őnekik ugye nincs a mögöttük olyan szülői fenntartói bázis, akik működtetik az iskolát. Nem tudom, mi van velük, nem tudom, megszűntek-e, nem tudom, hol érhető el. Ez biztos, hogy megérne egy egyéni kutatást, tehát egyénileg végignézni ezeket az iskolákat. Az nagyon nagy kérdés, hogy velük mi van. És hát ezek itt az én konklúzióim, amit már inkább akkor átvinnék a kérdésekben, a beszélgetésekbe. A legfontosabb az én, úgy is mondhatnám, hogy az én bűnlajstromom, ebből a legfontosabb számomra az az, hogy én azt érzékelem, hogy szakpolitikai törekvésnél erőteljesebbnek érzékelem, mondjuk a magániskolák tekintetében a tudás hiányt. Tehát azt, hogy úgy születnek törvényi szövegek, hogy csak egyféle fókuszra gondolnak, és akkor szólnak nekik, hogy na jó, de van még ez a... Akkor mehet. De hogy lényegében nincs a látómezőben, ami nem feltétlenül frusztrálja jelen pillanatban a magániskoláknak az intézményi vezetőit. Nem akarnak a látómezőbe kerülni. Tehát ők köszönik, jól el vannak, nagyon sokan megerősítik azt, hogy ők nem bántják, ők jól el vannak, de legjobb, hogyha nem is írunk róluk. Tehát ezt többen megfogalmazták kollégáim közül, mint ahogy a tanulócsoportokról se írjunk. Inkább azt láttam, hogy ez a fajta mindent egyféleképpen lehet megoldani, és azt központilag szabályozom, de a részletekben egyáltalán nem látok bele fajta törekvés, az fárasztja a magániskolákat is. Rendszerváltáskor alakultak, idősödő tanárgeneráció van ott is. Tehát, hogy inkább azt gondolom, hogy ez egy olyan fajta minőségrombolás zajlik, hogy ahelyett, hogy tudnának végre mondjuk egy 20-25 éves intézményekről van szó, belépni egy fejlődő intézményi működési szintre, ahelyett visszakerülnek az adminisztrációs folyamatok kapcsán egy ennél sokkal rosszabb szabadsági fokra, és ez frusztrálja az intézményeket. Na most itt ez a fajta változtatás, hogyha szakmapolitikailag nézem, akkor a legnagyobb bűne amellett, amik itt egy csomó minden elhangzott, az az, hogy egészen elviszi a fókuszt az oktatásról. Tehát az, hogy ilyen strukturális, olyan adminisztrációs, nem tudom, ezeket mind meg lehet csinálni. Tehát ezt nem mondom, hogy bármi olyan valami lehetetlen. De egyszerűen viszi a fókuszt arról, amiről az oktatás szólna,
És itt nagyon nagy felelősség van abban, hogy az a szakképző intézményrendszer, aki le lett darálva, azok a szervezeti tudásban is a legjobb, legnagyobb, legkimagaslóbbak voltak, mert ők valóban rugalmasan és a cégekkel tárgyalva alakították ki a képzési szerkezetüket. Tudták azt, hogy nem szabad merev oktatási formákba belekényszeríteni 19-20 éves gyerekeket. Tehát pedagógiailag is sokkal érettebbek voltak, és ők így lelettek. Tehát egy olyan tudás van ledarálva a szakképzőknél, ami nem fog felépülni 20 évnél rövidebb idő alatt, ha megkapják meg az esélyt, és olyan tudás marad láthatatlanban a magániskoláknál, ami megint csak probléma, mert azt gondolom, hogy itt is van azért kiöregedés és meg elfáradás is, illetőleg azt gondolom, hogy még egy ilyen rejtett negatív hatás, hogy azáltal, hogy a kormányzat nem az elszámoltathatósággal és a minőségbiztosítási, vagy mondjuk az eredményességi rendszereknek a modern kidolgozásával törődne, hanem strukturális átalakításokat tesz. Tehát, ugye, tehát nagyjából ezért lehet már 10-20 éve is tudni azt, hogy a következő nagy lépés, amit a közoktatás meg kéne tenni, az az, hogy jól kidolgozni azt, hogy mi a eredményesség mérésének a módja. Na most nem ezzel foglalkozunk, ami szerintem negatív minőségi spirált indít el a magániskoláknál is. Ugyanis innentől kezdve ők sem ezzel foglalkoznak, mivel láthatatlanok, ezért nincsenek ösztönözve ők sem arra, hogy igazán benne maradnak a saját kis körükben, és azt gondolják, van egy ilyen kép, hogy ők azért másképp csinálják, ők azért jobban csinálják, de ezt sem méri senki. És ez nem egy jó irány, mert hogy már van mit mérni, és ezt mint kutatóknak is mindenkinek mondom, hogy szerintem nem tudom, hogy minek a küszöbén állunk, tehát én állítom, hogy most a közoktatási szektorral még igazából nincs baj. Hogy még nem jutott rá idő, vagy már az akkora demokrácia deficit mutatása lenne, hogyha ez is hozzányúlnának, hogy azt már nem lehet meglépni. Nyilván egyrészt a jól érdekképviselő szféra miatt, másrészt meg hát azért a tanszabadságot azért egy mozdulattal eltörölni lehet, hogy az már európai visszhang is lenne, nem tudom. Tehát lényeg az, hogy vagy mutatóba, vagy azért, mert nem érdekli, vagy azért, mert még nem jutott ideje, nem foglalkozik ezzel a szektorral a szakpolitika az én meglátásom szerint. Viszont ez nem tesz jót a minőségnek semmelyik oldalon, és az se tesz jót, hogy keveset tudunk erről a szektorról, és nagyon-nagyon kellene kutatni, addig legalább, amíg van. Köszönöm, hogyha hosszúra nyúltam, akkor elnézést, mert én nem értem le tegnap éjjel, hogy ez mennyi lesz. Bocsánat. Köszönjük szépen, hát többen estik ebbe a hibába, de mindazok mellett nagyon érdekes volt. Kérdések, megjegyzések. Iván? Az egyik, hogy aztán a műhelytitkot fogok elárulni, hogy az edukáció legalábbis eddig úgy dolgozott, hogy így nem nagyon hirdette meg, hogy milyen számok következnek, de most van egy olyan terv, és csak azért mondom, hogy esetleg ezzel is számolni kell, hogy egy ilyen szürke oktatás, második oktatás, magánoktatás számít, aminek Dió Hajnal Zsuzsa lesz valószínűleg a szerkesztője, és ebből a webinárból én úgy látom, hogy ez egy akkora hajra, hogy ezt lehetetlen lesz majd a kérdőzőkezel karakterre belekülsenni, de azt mondta, hogy nincs kész a cikk. Tehát, hogy... Messze nincs kész. Számnak a létrejöttében azt hiszem, hogy olyan fajta ösztönzés, hogy
szemben a szülők, a közelebb szülők részéről és lehetősebb szülők részéről most már az asszonyák beállalók a magánosodásnak elben, felfogtukon kellene, hogy milyen a karrendszernek, és hogy ez észrevehetőre. Tehát hogy elszabadják voltam az első induló pont, hogy vajon láthatóan az, hogy növekszik. Hát az egy nagyon egyszerű statisztikából látszik, hogy hogy nő a tanuló létszám, tehát az nem kérdés itt Közép-Magyarországon. Szerintem vidéken, ahogy azt mondtam, itt valamelyik beszélgetésben az egyházi iskolák felszívták ezt a réteget. A másik dolog, hogy szerintem, hogyha így az egész országban gondolkodunk, akkor a magániskolai szektorban a viszonylagos fejletlenségek között tartóan, tehát létszámos fejletlenségek között, tehát senki létszámunk, akkor azonképpen az önkormányzat, vagy az állami rendszer újítja azt az első diszerenciálisságot, hogy akinek bonyolta a lelkiztetés az ennek a gyerek is változtatásáról, az ő díjfizetés, amikor is megőszer találja az állami rendszerben ezeket a lehetőségeket, hogy egyébként a magánkormányzatra az állat is nincs ezt a belső tagolóságot. Ez kérdés volt, vagy költői kérdés volt? Csak egy ilyen gondolat. Hogy van még egy eset, amiben eltérhetnek, csak azt nem itt szabályozza a 9. szakaszon, hanem az értékelésnél, vagy az értékelésben. Ugye az értékelésnél a köznevelő állami, tehát a főszabály szerint kötelező a szumatív értékelés, de ebben is eltérhetnek, akik az értékeléssel foglalkoznak, ezt üdvözlik, mert a szumatív értékelése olyan, amilyen. Tehát ez egy lényeges dolog. A másik, hogy én csak egy olyan melléki francia saját tapasztalatom, mondom, hogy nekem azok az osztálytársaimnak a gyerekei mostanában kezdenek iskolába járni, vagy most be. És legalább 3 vagy 4 olyan van, akinek magániskolában van a gyereke. Hát de te abban a körben vagy, ahol ez növekszik. Tehát. Igen, azért mondom, hogy látható, és egyébként köztük van olyan, aki az államiból vitte át. Tehát kell bepróbálkozott egy nem is rossz államival. Ugye azt mondják, hogy elképesztő. Tehát, hogy az államiban hiába megy, pedagógus közérzet olyan, hogy elképesztő útri. Tehát ez lehet egy felszínű erő. Én azt nagyon aggasztónak tartom egyébként, hogy az a hozzáállása a magánintézetekben, hogy inkább megmutassanak, ne beszélnek rólunk. Tehát én azt gondolom, ezért ez minden áll. Nem ezt mondtam. Hadd pontosítsak. Ja, jó. Tehát én is azt látom, hogy ez az, hogy nincs most pillanatnyilag korlátozás, csak én a rendszerben, a szabályozási rendszerben azt látom, hogy veszélyes fognak, hogy megvan a lehetősége. Tehát, hogy ez soha nem azon múlik, hogy biztosan tudom, hogy nyugodtan lehet egy magánintézetben, nem fog történni semmi, jó, sose semmi nem biztos, de a jogszabályokat kell ahhoz nagyon jelentősen megváltoztatni, hanem nem, ez azon múlik, hogy most ilyen, így áll hozzá az oktatáspolitika, és én egyébként azt látom, hogy a legtöbb korlátozó intézkedés egy-két drasztikus akció kívül az valójában úgy történik, hogy egy ilyen, tehát hogy a látszólag mindent engedünk, csak a feltételrendszer változik meg úgy, mint a szakképzése, és akkor magától elsorol. És akkor azt mondom, hogy ez támogat, hát most nincs annyi gyerek, mit csináljuk? Tehát a gyerekek nem mennek oda. Szóval, hogy ez az ilyen álságos megoldás, tehát ez a veszélye ennek, hogy bármikor megváltozott. Tény az, hogy egyébként, amikor én foglalkoztam az élhatóan a közönség törvényen meg, valóban engedés megjelentett, hogy totál szabadságnak a bástyájá vannak rakva, csak hát ugye bármikor ez laza mozdulattal egy közlemesítői módosítással elkezd. Hát, hogy még azt a segítség, tehát onnantól kezdve, hogy most bármit lehet az országban törvényileg is megcsinálni, mert nem kerül semmibe, csak egy éjszakában egy törvénymódosítást megírni, onnantól kezdve semmi nincs védve, magániskola sem. De én itt elég sok szempontot mutattam meg a jogszabályon kívül, nem látom az apró pici nyomokat abban, hogy ez egy szakpati koncepció lenne. Amiatt nem alszom nyugodtan, hogy holnap nem jut eszébe valaki, és majd megtalálja az útját, de nem látok ilyen kifejezett kim. A magániskolák kifejezetten szeretnék a
kutatnák őket, de nem szeretnék, hogy a sajtó hír lenne nagyon abból, hogy őket hogyan nyomják el, stb., mert hogy örülnek pontosan annak, hogy nem annyira látható. De van most konkrétan egy megrendelésem egy magánintézményt, egy eredményességi mutatót, és amikor kérdeztem az igazgatót, hogy miért kéred ezt tőlem, akkor azt mondta, hogy azt nem tudja. Ő most nem tudja, hogy neki publikálnia kell, vagy nem kell, vagy csöndbe kell maradnia, de hát egyre szeretné tudni, meg legyen egy ilyen neki. Mert majd azt szerint fog vele élni, hogy szükség van rá, vagy nincs szükség rá. És ez egy nagyon józan intézményvezetői gondolkodás, hogy kíváncsi rá, de hogy majd akar-e ebből nagy sajtóhírt, hogyha pozitív vagy nem akar, ezt még nem tudja. Szóval Péter Rössze, jó? Abszolút. A magániskolák a szakképzésben és más szakorokban is nagyon sokszor nagyon nagy üzletet jelentettek. Azt hiszem, a magyar bajnok a Kurakalászi dolgozó gimnáziuma volt, akinek egy több tízezer tanulója volt, és amikor a rendőröknek, meg a börtönőröknek, meg az őrmestereknek érettségizni kellett, hogy megtalálják a tanulásokat, akkor minden rendőrök és börtönőrök érettségére juttatott az iskola. A vizsgaelnököt limuzinnal fogadták a pályaudvarról, és extra körülmények között tartották, stb. De más hasonló érdekességek is voltak. Volt olyan, hogy az önkormányzat a magániskolának adta a csoportokat, és az állami fenntartású országos szinten vezető iskola megkapott gyerekeket. Úgyhogy ez egy üzleti terület is volt. Így van. Máshol is voltak szabálytalanságok, nem de hogy igen, tehát aki így akarta csinálni, az így is csinálta. Nagyon megkapcsolódtam. Igen, ilyen is volt. Igen. Igen. Én a tanulókat is elhangzott, hogy az egyházi és a magániskola tulajdonképpen a nagy engedékenységnek egyik most hátsó módzat a szabályokat. Hát és fordítva. Ha nincsen megfelelő képzettségek, ott is tanítórendben, és akar mégis iskolába, továbbképzésen beférsz a vérettségével, dobhatod, vagy akárki, akkor ez lehet, hogy egyéves vágyal. Igen. Az egyházi iskolák is eltérhetnek a kerettantervről jobban, mint az államiak, tehát vannak ilyen privilégiumok is, de fordítva is igaz. A magániskoláknak is, hogy az egyházival együtt vannak szabályozva, mert amíg azoknak lehet, akkor nekik is lehet. Legalábbis sokan így mondják, és így élik meg. Tehát, hogy addig, amíg ez nem válik teljesen hárommá, addig még valamennyi szektor semlegesség elvre lehet hivatkozni, és megtartani. Addigra készültek el, igen, de valóban nem voltam biztos az évszámú, úgyhogy köszönöm. Köszönöm szépen, Eszter, hogyha lesznek kérdéseitől, mi legyen benne, mi nem akarsz. Vannak, úgyhogy majd beszéljünk. Szerintem most nem akarnám úgy az időt, egyébként azt javaslom, azt a fajta megközelítést, amit Iván javasol, tehát azzal én mondjuk egyet tudok érteni, de akkor beszéljünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és hát ugye most mindenkinek, mindannyiunk nevében elnézést kérek a nagy-nagy csúszásért. Cserébe viszont azt ígérem, hogy majd hogy egy pici szünetet azért azt mindenképpen tartanám, hogy ezt is 10 percet túl, de nem többet, tehát 35-kor itt találkoznánk, és akkor most egy kicsit szigorúbb leszek meg, különben nem fogunk ma innen elmenni. Úgyhogy ezen túl fogom jelezni az időt. Nyilván nem kell azt a 20 percet pontosan tartani, de akkor számítani kell azt, hogy olyan kevesebb lesz a legnagyobb. Egy puharat, hogy itt
majd valahogy meg fogom oldani. Jó, akkor 10 perc múlva itt találkozunk, és akkor hát elnézést kérek a következő előadóta, vagy ott leszek csak szigorú, de közben rájöttem egy szállat. Nem, csak a szünetben. Jó, bocsánat. Jó, tessék. Tessék, nyugodtan, de még most nem tudom. Én innen vagyok elterhetett. Én azt mondom, úgy számít, hogy innen vagyok elterhetett. Hol a pályát a fölállal. De nem tudom. Szerintem ki fognak. Megtalálod feladatkezelőre, itt rámész, és akkor... Jó. Nem megy akkor. Thank you.